Sziasztok! Vajon a lódarazsak tényleg akkora szörnyek, mint aminek mondják őket? Ebben a videóban összeszedtem a róluk való tudnivalókat és érdekességeket. Azonban nem vagyok darás szakértő, úgyhogy ha valaki tovább tudná színesíteni a videó információit, az a kommentben nyugodtan tegye meg. Mindenek előtt nézzük meg, kik is a lódarazsak. A sátán küldöttei a pokolból? Akár a közönséges méhek, ők is jól szervezett kolóniákban élnek. A darazsak alapvetően nem húsevők, viszont hogy az eljövendő új generáció jól legyen táplálva, a királynő más rovarokat is elfog. Ha éppen nem mészárolnak, a fák nedveivel táplálkoznak. Az utóbbiak miatt is utálják annyira a lódarazsat, ugyanis a méheknek óriási károkat tudnak okozni. A nőstény darazsaknak, beleértve a királynőt is, van fullánkjuk, amivel egyszerre többet is szúrhatnak. Tényleg halálos a lódarás csípés? Ha valaki allergiás a csípésre, akár egy szúrás is végzetes lehet. A nem allergiás egyének viszont ettől még nem nyugodhatnak meg, kifejezetten érzékeny pontoknál, mint például a nyak, szintén halálos lehet egy szúrás. Egyesek szerint akár 3 és 10 közötti csípés szintén életveszélyes lehet, függetlenül a támadás pontjától. Akik szkeptikusok ezzel kapcsolatban, még azok is azt mondják, hogy 20 csípés már halálos lehet. De mit tudunk csinálni, hogyha egy fészek ránk támad? Ugyanis ez a legnagyobb esélye, hogy csoportosan, kifejezetten a kiiktatás céljával támadjanak. Gyakorlatilag semmit, mert a világ leggyorsabb emberét is utolérnék. Ha van víz a közelben, megpróbálhatunk alá merülni, hát ha elmennek. Hasra vethetjük magunkat, ugyanis elvileg a darazsak csak csőlátással rendelkeznek. Vagy gyorsan meg is szabadulhatunk a ruhánktól, mert így gyakorlatilag elveszítik a nyomot. Azonban ezek mind csak feltételes menekülési módok. Szerencsére az elkerülésük egyszerűbb. Amennyiben darásfészket észlelünk, semmiféleképpen ne menjünk 3-4 méternél közelebb a fészekhez. Házi eltávolítása erősen nem ajánlott, csak tapasztalt méhészek vállalják be egyedül, de még ők is tartanak ettől. Miután tudomásunk van, hogy házunk környékén fészek van, a veszély megszűnéséig hagyjuk el az erős parfüm és egyéb illatszerek használatát. Az ablakokat is érdemes zárva tartani. Fontos megemlíteni, hogy a lódarás sem támad ok nélkül emberre. Amennyiben jól kezeljük a velük való találkozásokat, semmi bajunk nem esett. A videó végére egy kis érdekesség. Mint tudjuk, a lódarás mérete és hangja igazán félelmetes. Azonban ő Magyarország legnagyobb darásfajtája? Nem. Ennél sokkal nagyobb a tűrös darázs, egy nőstény példány akár 4,5 centit is elérheti. Azonban ez a rovar teljesen veszélytelen és Magyarországon védett fajnak számít. Természetvédelmi értéke 50 000 forint.